jött be a nagybácsimára, hogy mit kezdjék hallani tőle magáról. Meglátsa. Kérem szépen, a kultusz minisztert magához szólt, és azt mondja, mondja attól, az orvan tanár úr, milyen fegyelmet tartom ott az intézetben, mit fogok neki válaszolni? Senki nekem muszáj jókalóznak lenni. A szemrosszó, jókalóznak.
mondja, hogy volt magának bőr a képét, hogy a kalandúzva egy harkas csempésze. Egy márány! És különös az új kultusz visszerülők egyemesége nem ezt fogta kérdezni, nem azt? Mondja Tóthor katonár úr, mi odadak fel kirkos viszont az intézet egyik harábőjére? Belegázol a legszentebb érzelmeimbe? Hát, ilyenek ezek az új kultusz miniszterek talán. Nem az új kultusz miniszter, hanem a gróf úr, hanem azért volt a homisz tanítványok. És nevetjen, hiszen engem jóformán a tanár úr nevel. Ezért tettem ilyen okos, bátor, szellemes. Csircsak. Lehet, hogy az volt, amit most nézek, az a halálosan fogok. Legalább a nevét mondják az illetőnek, hogy tudjam, hogy kit kell magától megvédelem. Igen, nyugodt tanár úr, nem a bájos Szerafinak is az egyre. Miért úr, mindennek van határ? Az az igazság, hogy még a nevét sem tudom. Mindössze kétszer találkoztam vele, de már az első pillanatban úgy éreztem, hogy ha illám fújtott volna belé. A tanár úr, hogy sohasem tudunk tenni. De igen, egyszer. Nagyon régen, ezelőtt 25 évvel. És a tanár úr értette, mi ez a különös bűvölet, ami egyszer csak így átjárja. Ne. És máig sem értem, pedig rengeteget gondolkodtam rajta. Ez egy, hogy is fogalmazom, egy rejtés. Ez az. Rejtés. Ez a szív, egy nagy titul. Találkos. Rejtés. Néha furcsák. Felrobó. És izgatos. Tudom, ez banán. Nincs el kell mondanom, mert valami azon. Nagyon. Meg nem fejtett. Rejtés. Prima valentaia.
Én egyszer láttam ott hétét egy újságban, a hattyú halálát táncolni. Milyen volt? Gyönyörű. A világon a legszebb. Ó, minden nap megkapod a magad letolását. Már nem szokhattad volna. Hát de most egy férfi előtt volt le. Egy igazi idegen férfi előtt. És milyen jó képű férfi előtt. Az ilyen át, csak majd egyszer, ez még elveszél egyszer át.
Csak azt fogom mondani. Én valójában magását akartam látni. Igazán? Igen. Csak meg akartam köszönni, hogy a kisasszonya révén, ahol én sok tudáshoz és tapasztalathoz jutottam. Ez nem értem. Én ugyanis kérem, már egy esztendeje az intézet valamennyi tanulmányi kirándulását észrevettem. Én kérem, ott voltam a két csapatban, a rózsási rejtelező kirándulását. Ott voltam a mezőgazdasági múzeumban, a botanikus kertben, az iparművészeti múzeumban, a nemzeti színházak valamennyi ifjúsági előadásán. A sasfiókot is láttam. Hogy láttam-e? Béres kezettel vág rám, evejvel hófehér. Igen, a nélkül, hogy magánság észrevett volna engem, a kisasszonynak, fogalmaság van arról, hogy egy hűséges árnyék követi. Például a Hoff-Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeumban. Két buddha szobor között este. A Közlekedési Múzeumban. A lovas mögött bújtam meg. Két zsolt Ferenc van a kezében. Úristen, ezek magánságok látott engem. Igen.
igazgatónői nagyságát. Az igazgatónői nagyságát jelenleg én helyettesítem. Miről van szó? A nagybátyám, Örkényi ezredes úr megbízása műtte, igen, érdekel, szeretne Piroska húgom előmenet. Piroskát az a bátyja. Mikor teretné tiszteletét? Jaj, hát mondja meg a méltóságos bárónak, hogy várj, mikor szik. Ne, ne mondja neki, hanem azt mondja, hogy várj, mikor szívesen látjuk. Köszönöm.
Mantel Szerafina. Nem, nem. Szerafina közös, hogy azt alapon én nem élem meg. Miért? Addig én megfogok. Hogyan már? Hát, miket beszél maga? Egészséges, nincs semmi baja, nagyon jó színben van. Maga mondta az előbb, hogy zöld vagyok. Az a velünk volt. De ez a zöld, ez egy szép szín. Nekem a lelkem zöld, mint a mocsár, mint a bűn mocsár. Szerafina is maga. Most itt egy csalóval beszél. Úristen, mit követett el? Megkérdezett, miért akarok venni a szerelmére? Jövök, megyek, és tisztán akarok visszajönni. A rádfürdő két nap óta zárva van. Megyek a nagymamához, hújjon le a lepet. Yeah.
deduktív módszer, mert ugye az egyik nem lehet, mert hát nem lehet, ugye? Marad a marcsika, fiatal örkény a apró. Kálmán, ugye? Azt lehetett a vérkeletet, uram, engem a Kálmán, én nem küldtem a gyerekembe. Ó, hát ház nem olyan biztos. Én de biztos. Hát ugye az ember néha átfellett dolgokat, hát ugye az ember. Nem tudom, hogy mit beszélek, igaz? Hát, mire figyeljen maga méltatlan szolgálja, az volt Istennek! Ha én küldtem volna ide a Kálmán akkor se jönne el. Mert a Kálmán az beszalik, ha meglát egy fiatal női szemét egyet, és itt egy egész regiment van vele. Testvéröség vérjét örököltetem az enyémet. Isten szerelmére kérem, ne kérkedjen a kicsapongal, ha így van. Egy fenéktől kicsapongó. Habár. Kanékkoromban kérem, ha nekem megteszett egy leány, még az állistamot is vállaltam. Jó, ugye, kuké? A karomban szakadtam, elfelejtettem, hogy meddig tart a kimerős. Ültem is érde elejét, de aztán, amikor újra találkozunk, biztosan meséltem neki, hogy két napot a másik.
csillapítást. Hát akkor jobbra, balra, tisztulá! Hoppoly! Maga meg tőle kommandírozán! Hát kihelyem a fosikot! Bocsánatot kérek a báró úr, hogy megválasztom. Nagyon jól elbeszélgettem itt a barátommal. Kosta Sámuel, lelkész. Pátustai itt van, lássunk. Az mindegy, pap, azt pap, megette a fele, mind a hányan csak van. Pardon, pardon, igen, tudom. Nem kellett volna ilyet mondanom a kis húgom előtt. Ha a kutyák meg most szépen elbúcsúzik a bátyájától, és visszamegy az osztályba. Sajnos az házrázás úrnak kicsi nyárs a modora. Ismerem én jól a báró urat, nyers modor, de aranyszív. No. Táncmesternek nem igen mehetnék el a motoromból. Katona ember vagyok, egész életemet a kaszárnyában töltöttem. A feleséget? Feleséget nincs. Nem is volt. És a tiszteletes úr is aglegény. De nem ebből kérem, én akar, meg is nősülhettem volna. De nem nősült meg, mert nem ment hozzá senki. Ami érthető. Egy szó, mint száz. Testvérkeség elhújt és öregségemre ráhagyta két unokáját. A fiúval nem lesz gond, elmegy katonának, de ez a kis angyal, ugyebár. Ketten vagyunk a tiszteletes úrral, katona és... Pap! Egyikünk sem ért a leánynevelés. Fordon! Ilyet tanultam néni pedagógia, jó? Te van! Azért aztán beadta kérem ide, szupárra. Hát napó, növendék, mondják. Nagyon jól tettem én. Semmi panasz, a legkedvesebb növendékeink közé tartozik. Nagyon örülök, és ők is meg van elégedve? Vannak ilyen barátnői megfelelő társaságot? Legyen nyugodt méltóságod! Ebben az intézetben a legjobb családok gyermekei nevelkednek. Elég ha csak annyit mondom, hogy intézetünk vezetője a köztiszteletben álló szerényi doktor. Szerényi doktor? Igen! Minden évben kétszer meglátogatja intézetünket. És a vele? Szeréli város vegye? Igen! Na, gyerünk én! Szeretem! Nagy sárna szképék, én kiveszem az unokokat ebből a tanintézetből. Nem maradhat olyan helyen, amelyet egy szeréli grófi akar. Csillagodjék, ezredes úr, csillagodjék! Thank you.
Kiillenik a Dracula? Ez az egyetlen megoldás, hogy botrány nélkül megbízz ezt
Samuel levélben is csak ritkán érintkeztem. Tárcos nő volt. Állítólag felső utasítása elbocsájtották, aztán eltűnt. Még annyit tudom, hogy gyermekének Rómában adott élet. Tessék, én a halottakkal is lehet beszélgetni.